Antoni Józsefné 2021-ben tette le az esküjét a képviselőtestület előtt. A Fidesz-KDNP képviselője tagként segíti a Dunakömlődi részönkormányzat, valamint a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottságok munkáját. Elnökként irányítja a Humánpolitikai Bizottságot. A képviselő a Fogadó Óra című magazinban értékeli az eddigi önkormányzati ciklust. Természetesen voltak célok. A kettes számú rendelőintézet felújítása, ami nagy vágyam volt, ami azóta véghez is ment, felújították a kettes számú rendelőintézetet, elkészült a központi park fönt a lakótelepen, tehát természetesen vannak még olyan részek, ami megoldásra vár, ilyen a központi park további felújítása, illetve hát az intézményeink felújítása is várat még magára. Antoni Józsefné listás képviselőként segíti a városban élőket. Ez egy más feladat. Az a különbség, hogy mivel nekem nincs körzetem, így nincs keretem se, amiből egy adott körzetre tudnék fordítani. Viszont járom a várost, és a város egész területét nézem, szemrevételezem, hogy hol tudnék segíteni. Kaptam a város különböző területeiről megkereséseket, akár Dunakömlődről, például a temető ügyébe, vagy gyalogátkelő létesítése ügyében a Fehérvári úton, vagy közvilágítás ügyébe. Ezeket próbáltam mind, ha nekem nem sikerült, akkor a körzetképviselőjével megoldani, ha úgyse sikerült, akkor segítséget kértünk az önkormányzattól. Antoni Józsefné a műsorban bemutatja a Humánpolitikai Bizottság munkáját, és arról is beszámol, hogyan segíti a város a fiatalokat, például a Bursa Hungarika pályázat kiírásával. Amikor én képviselőként indultam, akkor is egy fontos feladatom volt, hogy a fiatalokat próbáljuk hazahozni. Remélem, ez a felsőoktatási pályázat ebbe segítséget nyújt a városnak. Ez egy olyan pályázat, amit minden évben kiír az állam, és az önkormányzatok csatlakozhatnak hozzá. Paksváros önkormányzata ebbe az évben is megtette azt, hogy csatlakozik a pályázathoz. 4 millió forint áll rendelkezésre erre. A magazinban szó lesz még a szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének támogatásáról, a Paksi Gyógyászati Központban végben lenő változásokról, az óvodai beiratásról is. A fogadóra visszanézhető lesz a telepaks.hu oldalon és a Telepaks YouTube csatornáján.